Augusztus 2-án rajtolt az őszi szezon az NB2-ben, így december 13-ával bezárólag 21 fordulót tudnak le a csapatok. Két kör után a Nyíregyháza Spartacus egy idegenbeli és egy hazai sikernek köszönhetően hibátlannak mondhatja magát. A csapat két hét megszakítással 11 hetet készült, és Gálhidi György vezetőedző szerint már kamatozott az akkor elvégzett munka. Fizikális problémáink nem voltak, és egyik mérkőzésen se, sőt a Kaposvár meccset ugye az utolsó 20 percben nyertük meg, lehet ezt így mondani, több helyzetünk is volt abban az időszakban. Most az első fél idő sikerült jobban, de a második fél időben sem látszódott nagyon, hogy elfáradtunk volna, vagy hogy jobban elfáradtunk volna, mint a Pécs. Őket az eredménykényszer hajszolta, nyomtak minket, beszorítottak a kapunk elé, de jól szálltak be a cserék, úgyhogy igazából ilyen fizikai problémák nem volt. Most, hát még nem tudom, egy napot dolgoztunk tegnap, kivittem a brigádot az erdőbe, tartós futás volt, egy regeneráló futás volt. Itt minden feltétel adott, hála Istennek az öltözőben a regeneráláshoz. Mind a táplálékkiegészítőket illetően, mind a gépeket illetően, amik segítik a regenerálódást, a masszőreink ma nagyon jól dolgoznak. Tehát a óriási stábban azért is, több embernek van a nagyon komoly munkája emellett a két sikeres mérkőzés mögött is. A legutóbbi szezonban 15 találatig jutó Hornyák Marcell mindkét meccsen szerzett gólt. A támadó bízik a hasonló folytatásban. A felkészülés ugye az nekünk nagyon kemény volt, tehát nagyon fáradtak voltunk. Ez visszaköszönt a meccseken, ugye ez is volt mondva, hogy most figyeljünk oda edzőmeccseken. Nagy terhelést fogunk kapni, nem biztos, hogy úgy fognak jönni a dolgok, ahogy azt begyakoroltuk, meg ahogy azt elvárnák, viszont ki fogunk frissülni a bajnokságra, és akkor már jönni fognak. Így is szerettük volna kezdeni a bajnokságot, ezért megtettünk mindent. Most, akik kint voltak hétvégén, azok is láthatták, hogy egy csapatként küzdöttünk, mindenki meghalt a pályán a másikért, meg lett az eredmény, egy győztünk, aztán most összekovácsolta a csapatot még jobban. Két fordulót követően csak a Debrecen, az Ajka és a Nyíregyháza 100%-os a mezőnyben. A Spali vasárnap a több rutinos játékos felvonultató Soroksár otthonában lép pályára. Ott is motoszkál bennünk a kérdőjel, hogy vajon pihentete játékos, vagy játékosokat a Lipcsei Peti. Nekik is van egy jó alapcsapatuk, cserégettek, de nem tudom, hogy meghúzza azt, hogy ugyanez a csapat, amelyik Dorogon, illetve az első mérkőzésen, amelyik játszott, hogy azt hagyja fönn a pályán, vagy két-három embert, esetleg friss embereket betesz a csapatba. Felkészülünk erre is, arra is. Hála Istennek, nekünk is vannak friss embereink, a Kártik például a képességeihez képest kevesebb lehetőséget kapott, de a Gyurján Bence is tud segíteni, hogyha pályára lép, bízunk benne, tehát vannak tartalékaink azért nekünk is. És még a kispadon olyan játékosok, akik kevesebbet játszottak, és akár most is bizonyították, amikor beszálltak, hogy lehet rájuk számítani. A harmadik forduló további párosítása a következő: PMFC Győr, Deac Dorog, Siófok DVSC, Kaposvár Kazincz Barcika, Ajka Békés Csaba, Vasas Csákvár, Szeged Szentlőrinc, Nyírmód Szombathely és Szolnok Budaörs.